Első alkalommal adta át a német Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a szakképzési díjakat. Megalapításával az volt a cél, hogy elismerje azokat, akik sokat tettek a szakképzésért. Stefan Széfer, a szervezet alelnöke hangsúlyozta, a duális képzés több tekintetben is fontos egy ország számára. Hozzájárul vállalatuk versenyképességének a növeléséhez, megtartásához, és ennek köszönhetően az általános jólét növeléséhez. Másrészt, és ezért személyes véleményem is, talán még fontosabb, hogy megalapozza a fiatalok sikeres szakmai életútját is. A rendezvényen Knáb Erzsébet, az Audi Hungária személyügyekért felelős ügyvezető igazgatója is mondott beszédet. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara által alapított szakképzési díjjal reflektorfénybe kerül a szakképzés kiemelkedő fontossága, mely ösztönzi a fiatal munkavállalókat és a vállalatokat is, hogy aktív szerepet játszanak a modern szakképzésben. A díjra 34 pályázat érkezett, vállalatoktól, iskoláktól és kereskedelmi kamaráktól. A szakmai zsűri ezek közül választott ki első körben 15-öt. A verseny annyira szoros volt, hogy ezúttal a jelölésért is jár díj, így színpadra hívták a motiváció, a kooperáció és az innováció kategóriák képviselőit. Köztük az Audi Akadémiájét, a Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamarájét, illetve az Audi Hungáriájét. Ezt követően hirdették ki a szakképzési díjak nyerteseit. Innováció kategóriában Németország budapesti nagykövete volt az átadó. Azt mondta, az innovátorok képesek arra, hogy pontosan megfigyeljenek dolgokat, kérdéseket tegyenek fel, kísérletezzenek, és ennek a folyamatnak az eredményeit egy úgynevezett tudáshálózatba vigyék be. A díjat az Audi Hungária kapta meg, gyakorlatorientált szakképzés keretén belül tanulószigetek alapítása a termelésben című pályázatáért. Az elismerést a vállalat munkatársai vették át. Ez a díj azt mutatja, hogy az az út, amin járunk, a helyes út, hogy a duális képzés, a gyakorlat és az elmélet összekapcsolása a helyes megoldás a szakképzésben, és hát nagyon büszkék vagyunk mindazokra, akik ezt lehetővé tették, tanárok, oktatók, kiképzők, és hát természetesen a munkatársaink, akik a tanulószigetekben segítik a tanulókat. A legjobb projekteket az alapító Német-Magyar Kereskedelmi és Iparkamara nem csak látványos díjjal jutalmazza, hanem széles körben bemutatja őket annak érdekében, hogy mások is hasznosíthassák a sikeres tapasztalatokat.